Köszöntöm kedves nézőinket! Aki egy embert megment, az egész világot menti meg, olvashatjuk a Talmudban. Sorozatunkban azoknak az egyházi embermentőknek állítunk emléket, akik a vészkorszak idején hitüktől vezérelve, lelki ismeretükre hallgatva, saját és családtagjai biztonságát is kockáztatva üldözött zsidókat, árva gyerekeket vagy akár ellenállókat mentettek meg a biztos haláltól. Voltak, akik túlélték a borzalmakat. De voltak, akik az embermentő tevékenység közben saját életüket áldozták fel és mártírhalált haltak. Sok pap, lelkész, apáca és más egyházi személy a hatályos törvényekkel és felekezeteik rendeleteivel szegültek szembe, amikor az áldozatoknak segítettek. Többségük emléke feledésbe merült, pedig ők mindannyian hősök voltak. Bátor tettük minden időben példával szolgál az utókor számára. Történész és egyházi vendégeinkkel, a jeruzsálemi Yad Vashem intézet munkatársával és klinikai pszichológus szakértőnkkel bemutatjuk az egyes embermentők történetét, és megpróbáljuk feltárni a veszélyekkel járó segítségnyújtás lelki motivációját. Mai adásunkban az evangélikus egyház gyermekmentője Sztélo Gábor emlékét idézzük fel. Hatalom átvétele 24 óra alatt megtörtént, és az új rendben minden magyar a maga helyén áll. Sztélo Gábor evangélikus lelkész volt, és a legnehezebb időszakban, a nyilas uralom idején több ezer embert mentett meg, konkrétan 1600 gyermeket mentett meg, 32 árvaházat hozott létre a Vöröskereszt segítségével. Első körben Rafai püspöktől kapott felhatalmazást erre a munkára, és konkrétan arra, hogy kikeresztelkedett zsidó gyerekeket mentsen, de egy ponton túl már nem nézte a keresztlevelet. Tehát azt mondta, hogy ezeket a gyerekeket meg kell menteni, és nevelőknek is olyan személyeket vett fel, akik zsidó származásúak voltak, hogy valamilyen módon a zsidó törvény alá estek. Tehát így jön ki ez a 2000 fő, bár mentett felnőtteket is, de hogy a gondozókkal együtt mentett körülbelül 2000 embert. És azt kell mondanunk, hogy ilyen 10-20 fő az, akit sajnos elvittek, de hogy mindenkinek sikerült megmenekülnie, mert sikerült egy olyan rendszert felépítenie, amin keresztül a gyerekek biztonságban lehettek. És ez a rendszer az volt, hogy vöröskeresztes árvaházakként tartották nyilván ezeket az árvaházakat, és a kapura ki volt írva egy névsor, nyilván hamis nevekkel és hamis adatokkal, hogy hadijárvák vannak ebben a házban, és nagyon sok ilyen tényleg Istentől rendelt megmenekedése volt ezeknek a házaknak, hogy már ott álltak a nyilasok a kapuban, és elhívták őket, vagy hogy SS katonák mentették az egyik házból a másikba a gyerekeket, mert hogy konkrétan a frontvonal ott húzódott, és át kellett vinni a gyerekeket. Tehát nagyon sok ilyen fajta megmenekedés is volt. A mai evangélikus egyház nagyon intenzíven ápolja Sztélo Gábor emlékét. Azért hangsúlyozom, hogy a mai, mert el kellett telnie Sztélo Gábor munkássága, sőt halála után jó néhány évnek, sőt talán évtizednek, hogy igazán helyére kerüljön Sztélo Gábor személye és emléke. Sokáig zavaró tényező volt, mint ahogyan ő olyan alkat is volt, hogy sosem a konvencionális utat járta, mindig szembe ment az árral, ő mindig valami különlegeset akart. Amikor például a működése elején a paraszfiatalokat próbálta a népfőiskolai mozgalom keretében fölkarolni Nagytartsán, aztán a munkássága második részében a Jó Pásztor misszión keresztül Éliás Józseffel és másokkal a kórházban levő zsidókat látogatta, egyebek mellett kórházlelkészként, de nagyon rádöbbent arra, hogy nem azért kerültek nagyon sokan kórházba, mert betegek, hanem azért, mert öngyilkosságot kíséreltek meg, és ennek bizony oka van, az a rettegés, az a félelem,
félelem az az üldöztetés, amiben osztály részük volt. És akkor azt mondta, hogy félreteszi a hivatalos egyházi munkáját, kapott ugyan egy engedélyt püspökétől, Rafai Sándor evangélikus püspöktől, hogy a jó pásztor misszión belül viszonylag nagy szabadsággal végezze a munkáját, de ő mindig csak a lelki ismeretére, és nem az egyházi vagy a világi főhatóságokra hallgatott. És aztán később, amikor ez a munka a szószoros értelmében az illegalitásba kellett, hogy vonuljon, akkor pedig a kapcsolatait megmozgatva, hiszen nagyon jó svájci és német és egyéb kapcsolatai voltak, részben családján keresztül, hiszen felesége révén gazdag gyáros kapcsolatai is lehettek, akkor nagyon sok villát ki tudott igényelni, amelyek alkalmasok voltak arra, hogy ezeket a zsidó gyerekeket természetesen álnéven ott mentse. Sorozatunkkal ellátogattunk a jeruzsálemi Yad Vashem intézetbe, melyet az izraeli parlament hívott életre 1953-ban. A Yad Vashem legfontosabb feladata a dokumentációgyűjtés azokról a zsidó áldozatokról, akiket származásuk miatt öltek meg, valamint azokról az embermentőkről, akik életük kockáztatásával zsidó életeket mentettek meg. Ők azok, akik a bizonyítási eljárást követően a Világ igaza címben részesülhetnek. Very complicated to try to count the number of righteous who specifically rescued children. Sometimes they rescued an entire family. There's also a question of how do you define the child, from what age till what age? Is it from birth till 12? Is it from birth till 16? Those are questions, and sometimes a family received a Jewish teen when he was 14, and they kept him for 4 years. So is he still a child at the end of the process? So it's complicated to try to define that. Rafai Sándor püspök talán maga sem tudta, hogy milyen darásfészekben nyúl, amikor ezt az engedélyt megadta, vagy megbízást megadta Sztélo Gábornak, hiszen akkor még nem voltak közismertek az auschwitzi jegyzőkönyvek például, és maga sem tudhatta, hogy milyen nagy tragédia következik. De azzal, hogy már a zsidók megsegítését legalábbis a kórházi területen, vagy adott esetben az áttérni, keresztény hitre áttérni akaró zsidóknak a megsegítését feladatául adta, ez már előrelépés volt. És a megváltozott körülmények között már nem volt arra idő, hogy ő akár hamis papírokat töltsön ki, vagy pláne keresztelésre próbáljon bárkit is biztatni. Itt egyértelmű volt, hogy életeket kell menteni, és szó sincs arról, hogy valaki térjen át a keresztény hitre. Később, ha az önként a békeidőben megtörténik, azt természetesen ő ellenezte volna, de itt föl sem merült, hogy valakit meg kell keresztelnie, egyszerűen csak egy életmentő tevékenységet kellett végeznie. Amikor én Sztélo nevével először találkoztam Merényi Zsuzsa könyvében, a Gaudiopolis az Örömvárosról írott könyvét olvastam, és rettenetesen megfogott, hogy a világháború után egy olyan tényleg teljesen modern, alternatív pedagógiai módszerekkel működő gyermek államot hozott létre, ami a mai nap is teljesen megállná a helyét, és hogy olyan embereket tudott felnevelni ott, vagy olyan emberek nevelődtek ott, akik azután tényleg meghatározói lettek a magyar kultúrának. Én ebben az ügyben kezdtem el kutatni először, és aztán így nagyon erősen rám terhelődött az, hogy nekem is vannak zsidó gyökereim. És ahogy sokunknál előfordul, hogy gyerekkoromban erről nem tudtam, hogy zsidó vagyok, de hogy nem beszéltek a szüleim erről, nagyszüleim még kevésbé. Én azokkal a egykori mentett gyerekekkel interjúztam, akiket Sztélo mentett, és az első szakaszban egy ilyen önérdek hajtott ez az igazság, tehát nem a tudományos kutatás, hogy szeretném megtudni, hogy hogyan élték végig ezek a férfiak, nők gyerekkorukban, tehát gyerekként hogyan élték végig a holokausztot. Fenyegetettség átélése az mindenképpen hat az emberre, ez egy olyan erős stresszt okoz,
amitől nincs menekvés, tehát ez valamilyen formában beindít változásokat az embernek a testében. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy poszttraumás stressz szindrómában szenvednek azok az emberek, akik borzalmakat éltek meg az életükben. Azt, hogy milyen a világ, azt a szülőtől tanuljuk meg. És az a szülő, aki kisgyermekként azt élte meg, hogy neki menekülnie kell, hogy bombák robbannak, hogy elhurcolják a szüleit, hogy neki bujkálnia kell, hogy egyik védett házból csempészik őt a másikba, hogy nincs mit enni, ő benne megtörik az a hit, hogy ez a világ egy jó világ. És ezt öntudatlanul is, akár szavak nélkül is át tudja adni a gyerekeinek. Hát, hogy ezt egészen biztosan ma már tudjuk, hogy a traumák azok nem múlnak el nyomtalanul, azok nem szűnnek meg akkor, amikor a háborúnak vége, amikor a konkrét események befejeződnek. Hiszen ez is egy, azt gondolom, hogy nagyon fontos mondás, hogy attól, hogy valaminek vége, az még nem múlt el, hanem visszük tovább. De... és ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak a traumatikus élményeket, hanem a pozitív élményeket is tudjuk tovább vinni. Például azt, hogy volt egy ember, aki segített nekünk az üldöztetésben, hogy volt valaki, aki oda nyújtotta a kezét, hiszen a sok-sok borzalom kellős közepén egyszer csak valami fény megjelenik. És ezt a hitet is tudjuk tovább vinni, hogy bár történhetnek borzalmak, azért akad, és mindig akad egy ember, aki kinyújtja a kezét, akire számíthatunk. Miután már nem csak zsidókat kellett menteni, hiszen már véget ért a háború, és nagyon sok csellengő volt, ugye ez valahol Európában világa, országszerte, akkor mindenféle szociológiai és vallási hátterű és politikai hátterű gyermeket kellett menteni. Például valaki börtönbe került éppen azért, mert üldözte a zsidókat, vagy éppen azért, mert csendőr volt és túlkapásokat követett el, vagy nyilas volt és börtönbe került, és a gyerekei ott maradtak utcagyerekként, vagy félárva gyerek. És ekkor ezeket a jobboldali embereknek a gyerekeit, vagy szélső jobboldali embereknek a gyerekeit mentette, sőt a híres Gaudiopolisban, az Örömvárosában megvalósította azt a csodálatos gyermekköztársaságot, ahol egyenjogú volt egyik is és a másik is, és szeretni támogatni tudták egymást. Ezt a gyönyörű gondolatot a gyermekköztársaságról megvalósította ezekben a házakban, és később szerette volna folytatni ezt a munkát, de ez is jellemző, hogy 1950-ben államosították ezt a feladatot, és elvették tőle ezt a munkát. Felajánlották ugyan, hogy talán gondnokként, vagy államiféle az állam által jóváhagyott vezetőként ott maradjon, de ő nagyon józanul értékelte a helyzetet, hogy nem kapott volna szabad kezet, és az ideológiai képzés akkor elindult volna, és nem tudta volna ezt a munkáját folytatni. Úgy érzem, hogy a jeles napokon, és ide tartozik természetesen október 23-a is, nagyon fontos a nemzeti egység. Ha valaki, akkor Sztélo Gábor ezt az egységet képviselte, és a nemzetnek része zsidó és keresztény, a nemzetnek része a kallódó kisgyerek és a jómódú gyári baros, a nemzetnek része az evangélikus vagy az ateista. Tehát ő válogatás nélkül mindenkit segített, aki éppen bajban volt, és ezért is, akár egy ilyen mostani nemzeti ünnepen, jeles napon, Sztélo Gáborra nagyon is pozitív példaként tudunk tekinteni. A sorozat megtekinthető a Bizonyisten YouTube csatornán, és visszanézhetik a mediaclick.hu oldalon. Sorozatunk folytatásában egy újabb egyházi embermentőt mutatunk be. Fontos, hogy az utókor megismerje bátor tettüket és személyüket. Hálával tartozunk nekik, mert aki egy embert megment, az egész világot menti meg.